Szervusztok, kedves mindenkik, én vagyok az, és ezúttal egyedül jelentkezem nektek a Retrokednek a folytatásával, Harry Potter harmadik rész. Hát azért vagyok egyedül, mert Máté most jelenleg egy kicsit, hát így betegeskedik, hát így elkapta az ebola, ja nem, vicceltem. Hát valami nyavaja, hát mit tudom én, úgyhogy nem volt kedve videózni, meg elég sokat is kell tanulnia mostanában, én meg ugye lediplomáztam, és itt semmi dolgom nincsen, úgyhogy én ráérek, én itt vagyok, én csinálom nektek a műsort, hát nagyon jó lesz. Remélhetőleg egyedül is tudok nektek annyi szórakozást nyújtani, mintha ketten lennénk, aztán kövrészre már remélhetőleg Máté is jön vissza. Kérem szépen, a save game-et fogjuk, hát most minden karaktert én fogok vinni, hát igen, itt tartottunk. Hát így próbálok, várjál, hogy kell a... Ja igen, első emeletre kell menni, mert óra van. Azt mondja, hogy az ott micsoda. Nem akarok nagyon sok ilyen secretet megmutatni. Közben a hangomon állítanom kell. Várjatok egy picit, a hangfal túl hangos. Így, né? Vagy mi ez, füles? Mert, tehát hogy így... Ha minden... ne pofázz már, mert megöllek. Hogyha minden secretet meg akarom keresni, akkor az rengeteg ideig tart. Tehát hogy így nem fogok minden szart végigvinni. Úgyhogy hányszor lehet már ezt a szart? Én már haladni akarok. Jó, ennyi volt. Na, menjünk. Oké. Nem lehet... benyomom a shiftet, akkor lassabban sétál. Ez így what kind of logic? Na mindegy, azt mondják első emelet, akkor legyen első emelet. És akkor nem lootolunk semmit, mert így minek. Na ez már az, vagy ez még a nulladiknak számít? Ez még a nulladik szerintem. Nem, ez az első, jó van. Itt vagyunk. Hát szévelni nem fogok. Ja, erre hármat kell. De ez már volt. Ja, ez már volt. Okay. Igen, és akkor itt ez micsoda? Hát azért ilyen apróságokban én is szeretek benézegetni. Hát minden izét úgyse fogok kilútolni. Csak mondjuk ennyi elég. Na jó, még legyen ez, mert ez semmi, ez csak itt van közel. Oh, scheisse. Megint ez a köcsög. És most izé, minden találkozáskor erősebb lesz. Most van nála ilyen pajzs, vagy nem tudom mi ez. Ja igen, emlékszem erre, hogy így izé, Ronnak az új spelljével kell elvenni tőle a cuccot. Így odakasztolsz, és akkor elszedett tőle a cuccot, vagyis hát a pajzsokat így darabonként. Na, megint. Nem jó, hát elkúrtátok. Na. Úgy, ez az. De ügyesek vagytok. Jól csinálod. Na, még kétszer, vagy nem tudom hányszor még. Vigyázzál, hülye gyerek! Na, megint. De úristen, hát annyira hülyék ezek. Na, dögölj meg. Jó. Na, még egyszer kell. Nem, biztos, hogy nem. Eltalálta az egyik valakit. Hú, de beszartam, úristen. Na, és kinyílt az ajtó, hát nagyon jó. Így. Itt nincs valami secret? Azt tudom, hogy ezeket a tüzeket néha lehet, meg a portrékat nagyon gyakran, de itt ez így semmi. Jó, haladjunk. Hello, and welcome to Transfiguration class. One of the most advanced transfiguration spells enables a wizard to become an animagus. Animagi can transform themselves into animals. De most ezt miért kell nekünk végighallgatni? Ez benne volt a filmben is, meg a könyvben is. Úristen! Mi durva LSD-t kellett egyébként ahhoz szívni, hogy ezt valaki kitalálja. Igen, még Hermione-nak is tetszik. Van kérdés? Tudtam, hogy ezt fogja mondani. No, they're not. Animagi turn into animals at will.
A werewolf cannot control its transformation. Haladhatnánk a játékkal, vagy sokat tetszik még pofázani. The Draconifers and Lepifors spells. Miss Granger, perhaps you'd grace the class by having... Na, most fogjuk megtanulni Hermionének a specialisztikus varázslatát. Oh, yes. If you'll just step through this door, then... Na, lássuk. Mivel az előző részben már elszpoilereztük, hogy mi az, ezért nem lesz túl nagy meglepetés, de amúgy itt is itt van a képen. Na, az van, hogy... Hát ez kettőt is meg fog tanulni, de ugyanarra megy ki az egész játék. Ugye meg is mutatom, ha nem pofá... Hát nem hiszem el. Pofáznak. Szóval van ez a spell. És amíg el nem engeded a varázslatot, addig te irányítod a nyulat. Tehát, hogy így te vagy a nyullal. És lehet ugrálni, meg lehet... Hát nem tudom, mit csinálni. Na hát erre nincs semmi. És akkor ilyen kis izéken lehet át menni vele. Tehát így ledágja a füvet, azt akkor átmegy. És ezzel is lehet fölvenni minden szart. És akkor kiásol egy... Na. Jó. Nem lehet ezt átugrani valahogy? Szóval azt akartam mondani, hogy lehet így ásni vele, és akkor megnyomódik egy gomb, és akkor kinyílik az ajtó, és ez a poén az egészben. Igen. Így az megnyomódik, és akkor mehetünk tovább. És a spellnek így automatikusan vége, amikor a feladatot is teljesítetted. Ja, és a 10 pajzsot megint össze kell gyűjteni. Kártya. Szerintem biztos kihagyok egyet. Mondjuk nem egyértelmű, ott van rajta a nyúl képe. Nem egyértelmű, hogy mit kell csinálni. Mögött van egy ilyen, ezt megjegyeztem. Egyébként ezt úgy bírom, majd legközelebb megmutatom, hogy így kimondja így a varázslatot, és akkor át robban így a amikor hozzáér a nyúlhoz a spell. Akkor a poén, ezzel olyat szoktunk röhögni mindig. Na ez mit csinál? Ja, ez semmi nem volt. Jó, hát köszönjük szépen. Amúgy ez így az unalmasabb része az egésznek, tehát itt olyan sok minden nem fog azon kívül történni, hogy meg kell keresni a bejáratot, meg a kijáratot, meg a mit tudom én mit. Oh, hello, ezt nem lehet a nyullal? Hát nem. Mindegy, mire erre kell tovább jönni, úgyhogy így ez ennyi. Ja, amúgy, várjál. Jó, oké, semmi. Na igen, és ja, ott van, aha. Na figyeljed, várjál. Megpróbálom jó messziről, hogy nagyot csattanjon. Bazd meg! Várjál, várjál, akkor is megcsinálom. Nem áll! Faszom! Ez olyan jó hangja van. Na jó, hagyjuk. Azt mondja, hogy lehet máshova menni ezen kívül? Nyilván nem. Oh shit, erre emlékszem, ez ilyen tök durva, tök durva puzzle. E mögött is van cula, ja. Jó, és azt tudom, hogy ezt a kutat ki kell valahogy nyitni. Ja, ott volt egyébként, elmentem mellette, itt van. Igen. Na és ez már az, vagy itt még semmi nem lesz. Ja, így nyíl, igen. Jó, és akkor oda, hogy kell átmenni, oda a másikra. Azt még meg akarom nézni. Tudja, hogy oda is lehet valahogy, mert vannak cuccok. Ahol cukorkák vannak, oda biztos, hogy fel lehet valahogy jutni. Mindegy, majd biztos később jön. Most essünk itt le. Haló! Isten, annyira szarul irányítható ez a fos. Rohadt szar a kontroll, ott egy izé kimaradt. Ja, haladjál. Na és ez, várjál, ezt még nem biztos, hogy be akarom nyomni. Ja de, mert, ja, de jó, oké. Ó, és ilyen grátisként így lejön. Ja, és itt jön a második spell, amikor ugyanezt kell csinálni, csak nem nyullal, hanem sárkányjal, és az már repülni is tud, meg tüzet fújni, meg minden. És ebből is lesz egy csomó puzzle.
De brilliant! Igen, ott lehet fölvenni a tüzet, mert alapból nem lehet tüzet fújni. És akkor ezeket kell begyújtani tűzzel ahhoz, hogy kinyíljon valami ajtó. És akkor így jobb gombbal tudsz. De szarul irányít. Jézusom! Na, mindjárt belejövök. Szóval jobb gombbal lehet repülni. Mármint, hogy így a szárnyakat csapkodtatni, hogy följebb repüljön. A többi ugyanaz. És akkor úgy felszeded a tüzet. Leszállsz ide. De amúgy nincs valami másik szikrot? Igen, és akkor a balegér gomba lesz, megfújod, azt jó lesz. És akkor bekapcsol valami effekt. És akkor azt csináljátok, hogy ide ugorjatok le mindig, mert ez egy jó hely, itt lehet egy csomó mindent csinálni. Ez is egy rejtvény. De azt a tököt szétkúrjuk. Na most valaminek történnie kellene. Ja igen, ott van, történik is. Adj ide azt nekem csak. Rekt. Faszon. Na, lesztek. Ó igen, baby. Ott még maradt egy tök. És azt hiszem ennyi. Ja, és itt lehet visszamászni. Illetve kivéve, hogy azok nem csinálnak semmit. Ja, azok semmit. Jó, oké. Akkor mehetünk tovább. Bazzeg, de beszartam. Azt hittem le fogok esni. És itt hol van a szobor? Oda lent? Nézzük meg. Ja nem, ez is csak egy secret. Egy kártya. Meg kell bolondulni, komolyan. Ez a challenge így a világon a legunalmasabb része az egésznek. Azon kívül, hey, ott volt egy kék torta. Ja, és ott a sárkány. Jó, oké, zsír. Akkor jöjjünk ide vissza csak. Na, felszedjük a Führer balt. Így. Jézusom. Na jó, hagyjuk a babot. Felszedem a tököket, azt jóság van. Mert itt nem nincs időnk erre. Hogy kell a... Itt, ja, ezt így kell gondolom felszedni, ja, biztos ez volt a poén benne. Jó, nyomjuk ezt meg. Zsír, hát ez fantasztikus. Na, haladjunk. Hát vajon mit kell itt csinálni, atya úristen? Néha annyira bonyolult logikák vannak ebben a játékban, hogy így soha nem jössz rá. Máskor meg annyi a puzzle, hogy odaraktak egy ilyen szart. Mi? Valami bezárult, vagy kinyílt, vagy mi a zsák történt most? Ja, jó, oké. Hello! Adjad ide csak. Na, ott van a lyuk. Oda kell venni. És azokat nem lehet így kihúzni, nem? Mert ez nem is az a karakter, ami azt tudja, úgyhogy hagyjuk. Ja, menjünk akkor. Egyed már meg, hát... Megint a kontrollok, már megint az irányítás. Hely, ez itt micsoda? Ó, ne már. Ezt hittem, hogy itt valami lesz. Scheisse. Jó, hát akkor nem. Akkor rekt. Jó. Ó, hát igen. Nagy puzzle volt. De micsoda ez? Bazd meg, leestem. Nem biztos, hogy ide le akartam jönni. Bassza meg már. Hát akkor most így mit csinálok? Akkor lehet előről kezdeni. Nagyon jó, hogy kell. Tabot, nem tabbal. Jaj, Control, vagy Shift, vagy Backspace. Hogy kell a spellt így abba? Enterrel, persze. Enterrel kell abba hagyni a spellt. Shit! Amúgy lehet, hogyha így ugrálva mennék, úgy gyorsabb lenne, de nem úgy. Na, szóval most már megnyomom, az kész. Ó, nem már. Anyád.
Jó, hát akkor csináljuk meg ezt is. Gondolom azért van így letéve ez a bab folyam, hogy segítsen, hogy merre kell menni. Hát amúgy fel akarom én ezeket szedni. Nem. Nem. Egyébként egy nagyon jó trükk, hogyha nem akartok sokat szarozni, hogy egyből három Firebolt vesztek föl, és akkor háromszor tud fújni. Így. Azt hiszem legalábbis, a múltkor még így volt. Ja, igen. Bírom, ahogy így a kamera így át izél a falon. Mint a Bethesda irodában, tehát hogy így átfolyik a falon az egész. Na, és vége is van. Igen, és akkor itt lett egy ilyen szar. Ugye ebben mi van? De jó. De ez micsoda. Húha. Ez csalás szerintem. Nem, ez egy secret. Oh, hello. Megdöglötök. Na, dobnátok olyan kis fost. Még több, micsoda ez? Na, haladjunk. Úgy. Olyan jó lenne, ha látnék valamit ettől a szar növényzettől amúgy. Hello. De fedd már föl, hát de ne legyen már hülye paraszt. Igen. Ja. Igen, és mi már még itt semmi. Csak kinyílt ez. Hú, de jó volt. Megérte. Még egy kurva kártyát se kaptam. Istenem, ez a játék. Hello. Innen jöttünk? Ja, innen jöttünk. Húha. Hát nagy feladat, biztos ez is. Kinyissuk azt. Na, arra majd később kell szerintem menni. Nem jövök ide, mert bezárul az ajtó, azt becsicskulok. Hey, de micsoda? Na mindegy, akkor most már nyissuk ki a babot. Na azért igen, és akkor most jön az, hogy jó, legyen az. Igen. Jó. Ja. Igen. Ja. Nagy feladat volt ez is. Na, olyan. Hé, hey, mi a szar ez? Jaj, új lény! Na ez úgy van ez a lény, hogy ezzel lehet stunnolni, és utána ha gyorsan ráugrasz mielőtt eltűnik, akkor ad tököt. Mert amúgy elég lenne a Rictus Emperor is rá, és akkor magától megdöglik, de akkor nem ad tököt. Na ez a szoba. Ez morbid. Ó, dupla... Oh, kombó! A dupla kombó! Jaj, Istenem, megőrülök. Itt is van egy. Na? Á, most nem sikerült. Meg ráadásul bele is másztam a taknyába. Jó van. Na szóval itt a szobrokból kihányt babokat összeszedjük. De lehet, hogy inkább hagyni kéne a francba. Igen, na ott a pajzs. Azt majd mindjárt leszedjük onnan. Nem már... Már faszom a fülembe. És még meg kell várni, amíg ez a takony is eltűnik innen amúgy. Tehát, hogy nem idegesítő az a lényeg. Na, gyerünk. És az igazi szerepjátékosok ide is mindig bemennek összeszedni a tököket. De hát lehet, hogy ez ki lesz hagyva most.
egyed meg. Ja. Ja, hogy ez csak egy secret volt. De micsoda? Mi ennyi volt? Ez volt secret? Hát ott mindenki látta, hogy ott volt az a kis lyuk. Hát mi volt ezen akkor a secret? Nézd már meg, hát ezt ki nem veszi észre. Na jó, mindegy. Mehetünk tovább. Hány pajzsunk van? Hol írja ezt? 8/10. Ezekre nem lehet, pedig ezekre szokott lehetni. Ú, mennyi szarság. Na hányszoros kombót tudok csinálni? Ott vannak négyen. Hát az egy lett belőle. Abból nulla? Hát gyönyörű volt, tényleg. Ez is csak egy. Egyszerűen nem tudok játszani ezzel a játékkal. Na azért legalább egy dupla kombót csináltam. Ja, hogy most szúrja ki ezeket. Ja, de jó vagy. Jó. Hello. Hú, de nagy szikrot volt ez is. Ó. Na, hogy van ez? Várjatok. Já, de jó. Még egyszer? Hát így nem. Na, úgy van, hogy van itten barna, piros, meg kék. Micsoda ez? Ja, hogy oda kell kirakni a pajzsot. Akkor egyik sincs jól, akkor kezdjük ezzel. Ja. A barna, oké. Okay. A piros az így oké. Okay. A kék az... Hát nem oké, okay, az még sokáig. Ja. Akkor a töknél úgy van, hogy a barna az oké. Okay. Utána a pirosat, és utána a kéket. Hát amúgy a sorrend az nem volt jó, mert így sokat kell. Ja, közben kiraktam véletlenül a kártyát, és most jön a tök. Oké. Okay. Igen. Oh, shit. Micsoda? Ez ilyen labirintus most? Hello. Ó, itt van egy nyúl bejárat. Csak nyúl nincs még. Itt is van... Micsoda? Ez nem ugyanaz a toronynak a két vége. De ez ugyanannak a torony... De... Úristen, na várjál, mindjárt megoldjuk. Ezt megöljük. Itt is van, három nyúl bejárat. Itt is vannak két ilyen fosok. De, ne legyél már hülye. Így. Aha, bele kell, nyilván bele kell dobni a másiknak a taknyába. Ah, csal ez a játék. Igen, és akkor ott is van egy... Mi? Innen jöttem, várjál, hülye vagyok. Erre kell, így. Istenem, nem már. Jó. Ja, várjál, a tökök. Hát a tökök, azért csináltam az egészet. Jó. Lényeg, hogy nem unalmas a műsor. Na, itt van a... Nem, ez sárkány. Akkor hol van a nyúl? Tolass már vissza, hát... Istenem. Na. Akkor nézzünk már be... Ide. Hogy van? Igen, ez egy hely. Ja, hogy ez egy... A francba. És itt van a nyúlizé. Na, akkor enter, ide visszajövünk. Mert nem vettem észre akkor egy... Ilyen... Ezt. Aha! A szentségit. Ja, ezt kellett volna először csinálni. A sárkány az utolsó feladat. Jó, ez hova vezet? Ez csak egy shortcut, ott hagytam egy tököt. És akkor mondjuk kezdjük ezzel, ha már itt vagyunk. És akkor itt benn van a semmi. De nem jó, nem végeztem.
mert volt még ez, igen. Aha, és itt mit kell csinálni? Itt ezek lerághatós? Micsoda ez? Na hát, ezt biztos, hogy nem nézem végig. Melyikben. Remélem semmelyik nem ad kártyát, de mondjuk ha tortát adott, akkor lehet, hogy kártyát is fogadni valamelyik. De így nem árt, tehát hogy erre nekünk így nincs annyira időnk. Na jó, már csak kettő, három van, azt már megcsinálom, aztán haladjunk. Oldalról nem lehet lerágni, because fuck the logic. És miért zoomoli mindig rá? Annyira idegesítő ez is. Na, jó, van, ügyes voltál. Nyilván nincs benne kártya. De jó, de jó. Na, jó, ennyi, erről ennyit. És akkor most nekem abba a toronyba be kell menni, mert ott kinyílt a rács. És ez itt micsoda? Ja, itt az kinyílt. Na, itt a kártya, oké. Okay. Igen, na, hagyjuk ezt. Most már mehetünk a sárkányhoz. Na, igen. Oh Jesus, oh Isten. Na jó, csak a tököket. Ma, de... Ott is van egy. Na igen. Csak egy kell? Ja, csak egy kell. Ja. Ja, és ja, az egy ilyen szar. És ezzel nyerem meg a pályát, nem? Ja, de. Zsír. Nicely done, Miss Granger. You've completed the challenge. You've collected all 10 challenge shields. És megvan mind a 10 pajzs, úgyhogy bónusz babszoba. Fantasztikus. Valóban. Ó, már torták is vannak, meg minden. This is the bean bonus room. Correct, Hermione. Collect as many goodies as you can before the time runs out. Jó, majd igyekszem, Libby. Na. Megcsináljuk a kedvenc trükkömet, ha sikerül. Bazd meg! Elkúrtuk. Na, a torták a lényeg, mindig a tortákra kell rámenni. De akkor, ha már itt vagyunk a földszinten, akkor mehetünk még egy ilyen kört. Állj, torta van. Meg útökök, meg minden. Na jó, ezt muszáj. Na, nem áll. És nem megyek tovább, mert ezen az oldalon még nincsenek meg a torták. Egyébként nagyon utálom ezt a bónusz babszobát, tehát hogy így... nagyon unalmas, meg úgyse tudsz összeszedni mindent. Ó, most már a pajzsokban is tökök vannak. Hát menjünk erre. Ez ilyen trükkös, hogy itt ugrani kell. Ó, ott a másik oldalt is ilyen van. Faszom. Te Istenem, na mindegy. Hey, ez miket dobál? Ez is tököt dobál, ez jó. Na azt hiszem a tortákkal meg vagyunk, és az a lényeg, hogy az meg legyen. Hát jó, ez ennyi. Oké. Hermione, there you are. How was it? Excellent. I can turn things into dragons now. És ugyanabban a szobában, vagy ugyanarra a helyre jöttünk vissza, mint az első küldi után. És mindig nem lehet
izéket átugrani? Hát azt nagyon szeretnék egy ilyen another go-t menni. Nyilvánvaló, ja nem, haladjunk. Enterrel, itt írják, enterrel lehet. Na és ez csak egy cutscene, úgyhogy hallgassuk meg, hogy mit pofáznak. Quidditch van. És ebben a játékban nem lehet Quidditch-et játszani. A kettőben volt olyan, hogy Quidditch meccset kellett. Az volt az egyik küldi, hogy meg kell nyerni a Quidditch meccset. És a háromban meg nincs benne, csak mint cutscene. Amúgy az a köpeny, ahogy meg volt animálva, az így 10/10. Amúgy a filmben egy kicsit ezek így lassabban repkednek, tehát így nem sajnálták a speedet. Új, micsoda koncentráció. Herénye beszarik, úristen. Mondjuk ennyi cucc nem volt a filmben. Na most mi lesz, új? De mentorosat. Micsoda dráma. Ajjaj. Ajjaj. És nem látjuk a végét. Pedig akkorát nyiffant volna egy Harry, akkorát nyekkent volna a talajon. Professor Lupin offered to help him with anti-dementor lessons. Igen, és most fogunk Lupinhoz menni a spellet megtanulni, hogy is hívják. Ez a dementor űző varázslat, amit a vonaton is eljátszott a faszik. Na mindegy, mindjárt mondják. Nem jut eszembe. Ez amúgy a kedvenc küldim közé tartozik. The Boggart will appear as the thing you fear the most, which in your case, Harry, is fear in the form of a Dementor. First, we'll practice on a target. Igen, először csak egy célpontom kell gyakorolni. Hold down the left mouse button to build the spell's power. Ez bonyolult, ez a varázslat. For a perfect cast, you must release the spell just as the ring passes over your wand. Give it a try. The incantation for the spell is expecto. Tényleg az Expecto Patronum, tényleg. Na szóval úgy van, hogy... Van egy ilyen fénykarika, ami így megy fel a pálcán. És tehát ha túl sokáig lenyomva tartod, az se jó, mert akkor nem csinál semmit. Ha meg túl korán engeded el, akkor gyenge lesz a spell. És akkor itt magyarázza nekem, hogy akkor kell elengedni, amikor a pálca körül van a gyűrű, és az a tökéletes kaszt. Így. Na, és akkor, oké. Okay. Amúgy lehet többet is, tehát így lehet így gyakorolni rajta. Nem. Nem. Két ajtó még van. Úgy Lupin tök rendes, hogy itt izé telerakja a cuccal a szobát. Nézzed már. Micsoda? Ja? Oké. Okay. Telerakja cukorkával meg minden szarról a szobát, így Harrynek. Jó. És itt? Igen, ezt már ismerjük. Három torta. Már megérte. A kettőben volt ilyen izé potifőzős tanúra, az most nem lesz? Nem emlékszem, hogy a háromban van-e. Jó. Hoppá! Ó, igen. Köpjed. Te el van mentve, akkor ez itt valami bonyolult dolog lesz, biztos. Ja, itt vannak a mumusos szekrények, hát ez rohadt jó. Hú, de beszartam, Jézus Márián. Hát nagyon félek is. Na pusztulj. Igen, nem tudok mozogni. Ja, mert még jönnek.
creature's presence will likely keep you moving. Cast a perfect patronus of the bogger to disable it. És akkor úgy van, hogyha többen jönnek rá egyszerre, akkor addig nem tűnik el az összes, amíg mindet meg nem ölöd ezzel a szarral. Tehát az első az nem robban fel, csak akkor, ha a másodikat is megpatrónus az alá leleolod. There's a collector's card too. Jó. Dick! Ja tényleg, ezt el is felejtettem. Amúgy simán túl lehet élni nyilván egy ekkora zuhanást. Na, ez ennyi. Tényleg, ezt elfelejtettem, hogy itt van egy csapda. Ez beregtelődtem. It was necessary to see how you do if the Dementors took you by surprise. You did brilliantly. Thank you, Professor Lupin. Jó. Hát úgy van, hogy egy olyan 40 perce mehet a rész, körülbelül még egy kicsit maradok. Még egy küldi, még egy izét megcsinálok, egy ilyen főbb részt. He had known Sirius once, or thought he did. You're not suggesting Crookshanks. I just heard they're going to execute Buckbeak because he attacked Malfoy. No, they can't. This is all Malfoy's doing. Igen, most kapták a hírt, hogy a csikócsért, vagy hogy hívták a madarat a filmben, azt hiszem úgy. Le fogják fejezni. Vagy mi? I wonder where Madame Pince is. Maybe Crookshanks got her too. I know she'd let us look at those books on hippogriff baiting. It's an emergency. It kept in that legal section over there, but it's locked up. Na hát ott van egy ilyen vonzós oszlop. Alright, but let's just try and do this without getting into trouble. Trouble? Who says we'll get into trouble? Úristen, nem már, ehhez most nekem nincs kedvem. Amúgy ezek annyira szar ellenfelek, ezek dobják a leggyorsabb ilyen kis szarokat. Jó, nem már. Isten, haladjunk már. És engem talált el, megőrül. Ja, nyilván a harmadik hullám. Hát hogy ne? Zip folt paszt meg. Na, van béka, úgyhogy nem kell aggódni. De ne pofá... Na, ne pofátsz. Valami elromlott. Ron be van LSD-zve, ez a... Amúgy... Ezt... Mi van? Valami rohadtul el van romolva. Jesus Christ, tisztára, mintha ilyen... mintha 87 füves cigit elszívott volna. Hát mindegy, lényeg, hogy nem bugzik. Nem baj. Hát, ha elmúlik. És most én mit csináljak? Ja, hogy mi? Ez most komoly lett egy ilyen lebegő asztal? Hát rohadt szar így játszani, srácok. Ja, ott, oké. Okay. Zsír. Úristen! Én nem fogok több cutscene-t skippelni, az biztos. Na most megjavul-e? Ah, most jó. Elmúlt így a THC hatása. Oh, hello! Zweistück! Igen, akkor biztos van a másik oldalon is. Aha! Faszom, jó, oké, itt hagylak. Ja, és akkor itt lett egy lépcső. Ja, és azért kellettem én ide, mert ketten kellünk a lakathoz. Vagy biztos, nem tudom.
És itt mi van? Oh, hello. Így kártya, meg tök. Na és izé, meg lehet nézni, hogy Hermione nem tudja ezt a szart használni. Pedig az ember azt hinné, hogy aki bemegy egy órára, akkor az összes diák megtanulja az adott spell, de nem így van. Mert hogy fuck the logic. Ja, és akkor most... mi? Most miért vagyok én csak egyedül? Oh, hello, ez mi ez? Hát ez bonyolult volt. Jaj, Istenem. Kettőt akarok egyszerre, minimum. Jó. Az az enyém felrobbant. Rekt. Oh yeah. Kezdek ebbe is belejönni. De Isten... oh, meghűlök. Na. Csak szép lassan. Jó, itt fönn nincs semmi. Gondolod, hogy a tűz helyet kell? Ja, igen, a tűz helyet kell begyújtani. Aha, mágia. Nem. És itt? Nem lehet itt semmit se csinálni. De amúgy tök vicces, hogy idejönnek a könyvtárba, mert itt van egy könyv, amit meg akarnak találni. És nem ebben a könyvespucban, nem azaz, meg nem az, hanem nyilván ez, tehát meg nem az. Ó, Istenem. Na ebben van az, hogy izé... miért is jöttünk ide a sztori szerint? Ja igen, Buckbeak-nek a tárgyalásához kell használni valami törvény, jogi törvény, ügyvéd könyvet. Ó, most jön a harmadik, most jön Harrynek a speciális varázslata. És itt pedig van, amit most látunk, ez a második ilyen kis mellékküldetés. Ugye először volt a Pixi, tehát azok a kis kék repülőszarok, amiből van 5 ilyen hullám. És most meg ilyen... ez a... szörnyű könyve hűült meg, és annak is van 5 ilyen hulláma. Ott is lehet 5 kártyát összeszedni. Az is ilyen kis mini küldetés, amit bármikor meg lehet csinálni. De én azt gondolnám, hogy most már fejezzük be ezt a részt. Hát ez nem annyira működött. Ja tényleg, és még ehhez meg ilyen szót kell venni, hogy ha be akarsz jutni. Jézusom! Ez kifosta. Jó. Na jó, ezt majd, ezt az utolsó típus feladatot, ezt majd máskor megcsináljuk. Hát ott van egy savebook. De amúgy, hát ezt még megnézhetjük. És ez az itt a hang. Jesus. Aha. Igen. Hey, nem áll... Igen. Hát ez nem csinál semmit. Hát nem mondom, hogy megérte. Na, viszont ezek. Semmi. Semmi, csak bab. Ah, mindig csak a bab. És így feltekerődik. Jó, hát akkor ez ennyi. Na, akkor a Harrynek a feladatával folytatjuk legközelebb. Most viszont én megköszönöm akkor a figyelmet, legközelebb szerintem Mátéval együtt jelentkezünk már. Remélem nem volt annyira nézhetetlen a rész. Így egyedül próbáltam előadni a dolgot, hát egyedül nyilván nem olyan jó, mint ketten, de legközelebb akkor majd oda tesszük rendesen. Úgyhogy következő hét keddig, szevasztok!